Lemondott Matteo Renzi volt olasz miniszterelnök pártjának, az élő Olaszországnak három kormánytagja. Elena Bonetti családügyi miniszter, Teresa Bellanova agrárminiszter és Iván Scalfarotto külügyminiszter helyettes. Ezzel felbomlott a Giuseppe Conte vezette kormánykoalíció. Renzi a koalíció tagjaként nagyon kritikus volt a járvány olasz kezelésével. Végül az uniós mentőcsomag elköltésére vonatkozó nézetkülönbségek miatt döntött a távozás mellett. Giuseppe Conte-nak, aki kormányfőként már túlélte az öt csillagmozgalom és a Matteo Salvini vezette Liga szövetségének felbomlását, gyorsan kell új szövetségeseket találnia, elsősorban más pártokból kilépett képviselők között, különben a köztársasági elnök mást bízhat meg kormányalakítással.